játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzi. Embernek megérni a 86-ot, az se egy könnyű dolog. Ugyanúgy az embernek örömteli, a sok gratuláció az, ami jön. És hát én remélni merem azt, hogy ezen túllépve, az életmódra nem változtatva, az ember még további éveket tud megélni. És hát ugye, hogy szokom mondani, hogy 100 évet megüberelni, megpróbálni elérni, mert hát hála Isten, nincs semmi bajom. De hát ameddig az ember ugye élni tud, gondolkodni tud friss fejjel, addig azt mondom, hogy érdemes élni, és kár foglalkozni azzal, hogy mi lesz, mikor halok meg. Megszerezte a labdát, Buzánszki rakadja. Buzánszki laposan Puskáshoz játszik. Puskás a magyar csapat térfeléről indul el a labdával, laposan befelé gurítja Kocsicsét. A csapatnál is ugye olyan egyéniségek voltak, akiből ma 2-3 volna Magyarországon, akkor másképp néz neki a futball. Az, aki vállalja a veszt, hogy magára hozza akár egy egyesületért, akár egy városért, akár egy községért, nem beszélve, ha valaki címeres veszt húz magára, akkor mindent meg kell tenni neki annak érdekében, hogy magyar embereknek örömet tudjanak szerezni, mert a sport nem önmagáért van, a sport a közönségért van, és aki meg címeres mezben van, az egy nemzetnek a kell, hogy örömet tudjon szerezni. Mi meg tudtuk tenni annak idején, akkor ők is meg tudják tenni, és akkor előrelépett a magyar sport, és a magyaroknak a szeretete, és a világviszonylatban való elismerése, hogy egy kis nemzet azért mire tud képes lenni. Laposan tovább adja Bozsiknak, Bozsik laposan Hidegkutinak, Hidegkuti laposan Budainak, micsoda gyönyörű akció, Budai Tibornak adja, aki a jobb szélső helyére húzódik. Tibor most befelével laposan Puskás elhúzza Rájt mellett a labdát, balon lő, gól! Amikor én nekem a Sebész Gusztáv mondta, hogy hát az első meccsem után, hogy ha rendes leszek, meg jó focizok, akkor kikerülhetek a Helsinki olimpiára. Akkor én azt mondtam, ha kell kézen járok, ha kell térden csúszok, mindent megteszek annak érdekében, hogy kijussak az olimpiára. Hát hála Isten kijutottam, eredményesek is tudtunk lenni, és hát a többi sportágokban is, ugye 16 aranyéremmel, azért akkoriban a harmadik világviszonylatban, a harmadik helyen álltunk. Tehát lényegében mindent meg kell tenni egy nemzetnek, az, hogy fölkészülést tudjon biztosítani, a másik pedig az, hogy a fölkészülés az ne legyen csak kipipált valami, hanem legyen eredményes abban, hogy a sportoló belead mindent azért, hogy hát legyen mind jobb eredménye, hogy egyszer kijusson, a második pedig ott pedig eredményesen tudjon szerepelni. És akkor majd egyszer mondhatja is ebbe a 86 éves korban, ha már itt tartunk, az, hogy köszönjük élet áldomásidat, jó mulatság, férfi munka.